A zeneiskolások műsorával vette kezdetét az ünnepség a Naplemente idősek otthonában. A fiatalok hangszereiken ismert dalokat játszottak a jelenlévőknek, akik sokszor velük együtt dudolták a karácsonyi dallamokat. A zenés produkciók után Wagner Andrea köszöntötte az időseket és a meghívottakat, majd Orma István szólt néhány szót a lakókhoz. A megható gondolatok mellett ajándékokkal is kedveskedett a polgármester a szépkorúaknak. Simonovics Józsefné úgy beszélt az idősekhez, mint egy nagy család tagjaihoz, hiszen ők így élik mindennapjaikat. A gondozók a lakókkal együtt örülnek és sírnak, akik hosszú évek óta a karácsonyt is együtt töltik. A szeretet ünnepéhez közeledve érzékenyebbek is a szépkorúak, hiszen ebben az időszakban még több törődést, odafigyelést és simogatást igényelnek. Az intézmény igazgatója szíve szóló gondolatait követően a lakók adták elő műsorukat. Dzsida Jenő sorai és csendesény nélkül nincsen karácsonyi ünnepség 2011-ben. A rendezvényen a szépkorúak közös éneklésre is invitálták a jelenlévőket, akikkel együtt adták elő a Kis karácsony, Nagy karácsony című dalt. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép gömb, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Az ünnepség utolsó fellépője a zeneiskolások voltak, akik fúvós hangszereikkel csaltak mosolyt az idősek arcára. S karácsonyról lévén szó, az ajándékok sem hiányozhattak a rendezvényről. A műsorok után a gondozók osztották ki a személyre szóló csomagokat a lakóknak, akik az édességek és a gyümölcsök mellett használati tárgyakat is kaptak. Az ajándékokat két puszi kíséretében nyújtották át a dolgozók az időseknek, így kívántak nekik békés, boldog karácsonyt.